Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is, augusztus 8-án. A mai napon minden olyan folyékonyan történik. A nap kellemes, és ennek örvendezhetünk. Viszont valaki megpróbál beleavatkozni a dolgainkba. És ez kellemetlen lehet, tehát oda kell, hogy figyeljünk, és fontos, hogy nemet mondjunk. Hogy ez honnan jön, ezt most én elmondom nektek. Baten Kaitos csillag hat a mai napi hold mozgásra. Ez a csillag a bálna csillagképpen található. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy milyen hatást vált ez ki a mai napon, amit mi érzünk is, ehhez elmondom a történetet a klasszikus görög mitológiából. Hol volt, hol nem volt egy királynő, és ezt a királynőt Kassziopéának hívják. Kassziopéa mindenhol elmesélte, hogy az ő lánya, Androméda, az a legszebb. Mégpedig sokkal szebb, mint a tengeri szőzek, a sellők. Azt, amit így Kassziopéa királynő mindenkinek elmesélt, az eljutott a sellők fülében is, és ők nagyon megsértődtek, és panasszal fordultak a tenger istenéhez, Poszeidonhoz. Poszeidon elgondolkozott a történteken, és magához hívta ezt a bálnát, és közölte vele a történteket, és kérte arra, hogy menjen el ebbe a királyságba, és beszéljen a királynővel. És a bálna elérkezett ebbe a királyi országba, de ő gondolt egyet, mégpedig azt, miért tegyem azt, amit Poszeidon nekem mondott, nekem ehhez semmi kedvem, én nem a királynőhöz megyek, hanem fogom a királynőnek a lányát, a hercegnőt, Andromédát, és oda kötözöm egy kőhöz. Így gondolta a bálna, és így is tett. Androméda nem tudott megszabadulni, viszont jött Perzeusz, és kiszabadította Andromédát. Ők egymásba szerettek, de ez egy másik történet. A mai napon az a lényeg, hogy tudjuk, hogy milyen hatás alatt állunk, hogy hat ki ránk ez a bálna csillagkép. Tehát ez a bálna csillagkép hat, és ezt mi így fogjuk átélni a mai napon. Hogy valaki nem azt fogja tenni, amit mi közlünk vele, hanem saját maga teszi a döntéseket, vagy valaki odajön a mi környezetünkbe, és megpróbál beleavatkozni abba, amit mi most teszünk. Tehát figyeljünk erre oda, és korlátozzuk ezt le. Ami még a mai napon történik, egy jó hír. Valami nagyon kellemes. A következő napokban történik valami a családban. Kiderül az igazság. Valamin átlátunk. Az is előfordulhat, hogy eddig elveszett valami, és a napokban megtaláljuk. És ez volt a mai felvételem. Mizzó is, augusztus 8-án. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!